Készen áll a nagy útra ez a kis repülő. A légijármű a Pécs-Bogányi repülőtérről indult, és egészen Amerikáig száll. Az Atlanti óceánon keresztül több mint 1000 kilométert tesz meg a gép. Egy régi álom valósulhatott meg így a pécsi repülőgépgyártó cég életében. Nagyon régóta érlelődik az ötlet bennünk, hogy ideje lenne már megmutatni azt, hogy a Fusion is képes olyan teljesítményekre, amik a világban kimagaslóak, és nem csak beszélően megmutatni. És amikor Amerikában megszereztük ez a különleges, ebben a kategóriában egyedülálló engedélyt, a kiegészítést a vészeti képzésre, akkor jött a szikra, hogy akkor most egy ilyen géppel mutassuk meg, hogy képesek vagyunk az Atlanti-óceán átrepülni és Amerikába megjelenni. A vészeti képzés ugye a kereskedelmi pilóták számára kötelező ilyen vészeti képzésen részén, amikor olyan eseteket tudnak szimuláltan gyakorolni, amik ugye vészhelyzetet okoznak akár légitársaságok komolyabb járatain, amit nem célszerű ott gyakorolni, mert lehet, hogy sok kellemetlenség okoz. Ezen kívül ugye alapműrepülő figurákon lehet gyakorolni mindenféle olyan helyzetet, amire a pilótának fel kell készülniük. Mi régóta mondjuk, hogy mi alapvetően az upset recovery, a vészeti képzést céloztuk meg ezzel az alsó szárnyas, szimmetrikus profilú géppel, ez az alapműrepülő képességével, hiszen ez egy rés, mert ebben a kategóriában ilyen alacsony üzemeltetési költséggel rendelkező repülőgép nincs másik, ami képes erre. Magasabb kategóriában drága versenygépekkel meg lehet ezt csinálni, de ilyen megoldás nincs másik. És most már van róla papírunk, hogy tényleg képes a repülőgép. És most pedig ki fog repülni az USA-ba Atlanti-óceán keresztül. Ez az utazás több szempontból is első. A mi esetünkben mindenképpen első, de magyar fejlesztésű, magyar termékkel abszolút első. Ezzel a motorral, a UAPV-nek a motorjával szintén az első, úgyhogy ilyen számomra sok első van, hiszen magyar pilóta már repült át az Atlanti-óceán, de így, hogy alatta magyar termék van, ami magyar fejlesztésű, magyar cég gyártotta, és magyar cégek álltak mellé az ügyben, ilyenre nem volt példa biztos még. A HRN Kft. Is támogatta a kezdeményezést. Minden ilyen mögött azért valahol ott kell állni, hogy most ez milyen nagyságrend, vagy hogyan, az természetesen egy más kérdés, de én azt gondolom, hogy mi is egy innovatív cég vagyunk, és szerettünk minden olyan kezdeményezést, ami egy picit előre visz. Sajnálatos egyébként, hogy a megyénkben egy kicsit ez kevesebb. Éppen ezért talán egyfajta felelősség is a cégek közötti együttműködésben, hogy minél több olyan összefogás szerintem szükséges, ami itt is most megmutatkozott. Nagyon jó kezdeményezésnek gondoljuk egyébként, és ez volt az egyik fő ok, amiért mögé álltunk. És hát ahogy mondtam is, mi is egy innovatív cégnek gondoljuk magunkat, egy dinamikus cégnek, ahogy a Magnuszt is, és figyelemmel kísérjük, mint egyébként régi partnerünk a tevékenységét. Ez volt az egyik fő ok, amiért ma itt állunk, és nagyon örülünk neki, hogy ezt a startot itt személyesen is figyelemmel kísérhettük. Nagyon szimpatikus volt minden, amit kitaláltak is, ami ezt az egészet körülvette. Úgyhogy szívesen állunk egy ilyen kezdeményezés mögött. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szintén az ügy mellé állt. Meg kell tudni mutatni, el kell hinnie mindenkinek itt helyben, és meg kell mutatni ezt a tudást. Baranyában vannak olyan cégek, akik nagyon komoly fejlesztési munkával, saját termékkel a nemzetközi piacon dolgoznak, értékesítenek. Ugye a Magnus Aircraft a mai napon elindul egy részben világkörül ugye az óceánon átívelő utazásra, ahol az Amerikai Egyesült Államokban a saját leányvállalatánál fog majd leszállni, és egy repülősóra érkezik meg valamikor októberben ez a kis gép. És amikor Boros Laci megkeresett minket a cég vezérigazgatója, hogy támogassuk az ügyet, álljunk mellé, akkor mi azt kértük, hogy ha már kommunikáció, akkor a kamera jelen a jövőt programját, azt vigye magával a gép, mert hogy ezt az utazást majd rengeteg helyen, közösségi oldalakon, repülős oldalakon mindenhol lehet követni, ugye lesznek sajtótájékoztatók. A másik pedig fontosnak éreztük, amivel kezdtem a beszélgetést, hogy Baranyában 100-nál több olyan cég van, aki fejleszt, nagyon jó vállalati kultúrával rendelkezik, elképesztő jó kollégákkal, nagyon jó attitűddel, jó stratégiával, saját termékkel. Talán az elmúlt 3-4 évtizedben ez a rengeteg probléma, ami a megyét érte, és az, hogy a szakpolitika figyelme az nem, a mi véleményünk szerint nem fókuszál elég erőteljesen Baranya megye problémáira. Az, hogy még itt vagyunk, most itt pár cégvezetővel beszéltem, az nagyjából a cégeknek köszönhető.
Tehát, hogy a megye még valamilyen módon talpon van, működik, az azoknak a cégeknek köszönhető, akik összefognak, akik foglalkoztatnak, adót fizetnek. Sokkal nagyobb figyelmet kell rájuk fordítanunk, a kamarának ez a legfontosabb feladata.